Címvédő Szalai Balázs győzelmi reményekkel vágott a tereprális évadnyitónak, ám a győzelemre többen is pályáztak. Szalainak végül nem jött össze, autója fennakadt egy bakháton, és mire túljutott rajta, annyi időt vesztett, hogy végül harmadik lett. A győzelmet Fazekas Károly szerezte meg, a második helyen Korda Erik futott be. A szombaton még második helyen álló Murcin Zsolt a hazai tereprali történetének talán legnagyobb bukását mutatta be. Történt egy olyan, hogy az egyik gyorsági szakasz végénél be is volt írva egy jel, egy nagyon nagy gödör, én nem nagyon hittem ezt el, vagy nem az, hogy nem hittem el, annyira jól ment minden, nagyon jó időket autóztunk, és tetszett, élveztem, hát ez valóban egy nagy gödör volt, és onnantól kezdve elröpültünk. És ez úgy sikerült, ez a úgymond borulás, ilyen 3-4-et pördültünk. Ebben az volt igazán meleg, hogy kiütöttünk egy 20 kV-os villanyvezetéket, aminek a vezetéke gyakorlatilag ráesett a kocsira, és íveket húzott a kocsin belül, következő zajlott. Az, hogy pörögtünk, ilyen már volt, ez nem az első. Megállás, és akkor leállítod a kocsit. Próbáltam odafigyelni, leáramtanítottam, leállt az autó, és még valami megy a kocsi. Közben nem ment a kocsi, hanem csak annyi történt, hogy ívet húzott a 20.000 voltos vezeték az autón. És olyan hangot adott, mintha az autó járna, vagy valami lenne. Kinyitom az ajtót, és akkor kinézek, és akkor 10 centire tőlem egy villanyvezeték, akkor azt hittem elájulok. Fú, ez nagyon-nagyon rémisztő volt. Kiszálltam. És akkor gyorsan mondtam a navigátoromnak, Robinak, hogy azonnal szálljál ki fel, azonnal, mert itt a vezeték, és tűnjünk el innen. És akkor kiszálltunk bele a vízbe, ugye vízbe állt az autó. Ugye mi tetővel ütöttük ki a villanyoszlopot, és mázlink volt, mert merőlegesen ránk dőlt el az oszlop, nem minden vezeték dőlt az autóra. Akkor futás el onnan, és utána elkezdődött újra a szikrázás, ívet húzott. És én már úgy bekalkuláltam, hogy az ilyen füstbe ment terv lesz, szóval leég az autó, vége lesz, és nem. De gyakorlatilag ugye megtudtuk azt, hogy ugye egy perces ilyen automata kikapcsolás van. Szóval olyan mázlink volt, hogy mi az a egy perc alatt szálltunk ki, amíg az automata kikapcsolta az áramot, majd mikor gyakorlatilag már kiértünk a kocsi mellé, újra szikrázás, akkor kapcsolt vissza. Szóval, hogyha addig nem szállunk ki, akkor gyakorlatilag soha többet nem szállunk ki. Remélem, hogy soha senkivel nem fog ilyen előfordulni, mert szörnyű élmény volt.